Bemutatom nektek Máriót, a Hétköznapok hősét, aki évtizedek óta tisztítja és javítja a vízvezetékeket, sajnos csak 100 millió képernyőjén. Ez pedig egy római kori vízvezeték. A mai előadást arra szeretném használni, hogy bemutatom kettőjük kapcsolatát. Mai reggel folyamán egy üzletből kilépve egy palack ásványvizet vettem, aminek közel a felét kijöntöttem a földre a másik felét viszont szélvédőmosásra használtam. Igazából egyetlen egy korcs maradt benne, ezt hittem meg. Ugye milyen hihetetlen ez a történet? Pedig az ivó pontosan ezt csináljuk. A vízveszteség eléri a 40 ot sajnos ebben simán lenyomjuk New Yorkot. A 1 mm-es lyukon normál üzemi nyomás mellett öt medencényi víz veszik el évente. A Nagyságrendek tekintetében, hogy mégis lássuk azt, hogy mekkora mennyiségről beszélünk. A föld egyenlítőjének a hosszúsága 40 ezer kilométer, Magyarország gerincvezetékeinek pedig szennyvíz tekintetében 50 ezer, és ivóvíz tekintetében 69 ezer kilométerről beszélünk. Ez a közmű hosszúság én azt gondolom, hogy jól előrevetíti azt, hogy ezek a 100 millió köbméterek, amelyről beszélünk, óriási problémákat, problémákat okoznak. A vízfogyasztás az utóbbi években sajnos a felére csökkent, ugyanakkor az ellátórendszerek, berendezések és hálózatok mérete viszont nem csökkent, így a fenntartásra fordított összegek így duplájára emelkedtek. A másik dolog, amit érdemes végig gondolni, hogy vannak olyan szerencsés területek, ahol az ivóvizet lényegében csak a hálózatba kell betáplálni, más helyen viszont nyers vizet kell tisztítanunk, akár arzénmentesítéssel. A harmadik pedig nagyon fontos, azok az Európai Unió által is támogatott beruházások, amelynek során ivóvíz minőségjavító programokat végeztünk, lényegében a programok megvalósulása után ugyanabba a hálózatba tettük be a vizet. Ez körülbelül azt jelenteni, mint hoznék be egy kiváló minőségű csapvizet, de egy koszos sáros pohárba önteném bele. Azt gondolom, hogy nem lenne kérdés és vita az ivóvíz minőségével kapcsolatosan. Ezért van hát szükségünk jóra a hétköznapok hősére. De hogy tudjuk, mi a valódi feladat ezekkel, nem árt tajsztába lennünk néhány fontosabb adattal. 2030-ra a jelenlegi adatok vizsgálatával, Könnyedén kiszámolhatjuk, hogy 690 ezer meghibásodás lesz ezeken a hálózatokon, ami azt jelenti, hogy közel napi 1900. Ez a mennyiség azt jelenti, hogy a világ összes márjója nekünk fog dolgozni. A meghibásodások prognózisában sajnos az is egy problémát jelent, hogy 50 évente ki kellene cserélni a vezetékrendszert, aminek ugye, hogyha kicsit utána számolunk, 2%-ot jelent évente. Ez az ütemezés sajnos jelen pillanatban század százalékokban mérhető, így lényegében meg is kaptuk az összefüggést. Ennek a római kori vezetékrendszernek 1400 év után történt meg a rekonstrukciója, azaz ha a magyarországi vezetékhálózatokat ebben az ütemben ö, rekonstruáljuk, akkor sajnos ugyanígy 1400 évente fogjuk kicserélni 50 év helyett. Sajnos el is jutottunk oda, hogy rá kell mindenkit döbbentenünk arra, hogy ez a rekonstrukció elmaradás óriási problémákat fog okozni. A rekonstrukció elmaradása miatt hosszabb idejű ellátás ellehetetlenülés fog fellépni. A szolgáltatásban az ivóvíz veszteség mértéke és ennek a Javítási költsége exponenciálisan nőni fog, és óriási méreteket fog elérni, illetve olyan rendszerhiányosságok fognak fellépni, hogy lesznek olyan óvodák, iskolák, kórházak, ahol akár hetekig tartó vízhiány fog fellépni. Én azt gondolom, hogy ennek kiküszöbölésére bizonyos rendszer szintű problémákra kell választ adnunk, amelyre sajnos már nem fog megoldást nyújtani. Létre kellene hoznunk egy rekonstrukciós alapot, ebből az alapból olyan beruházásokat megvalósítani, amelyek megtérülőek, és ezeknek a megtérüléseiből, költségtakarékosságából lényegében újabb beruházásokat tudunk megvalósítani. A jelenlegi működési modellünket standardizálni kellene. Jelen pillanatban 41 vízi közmű szolgáltató van Magyarországon higgyék el nekem, hogy teljesen más informatikai rendszereket használnak, más objektumlistákat használnak, így az erre épülő gördülő fejlesztési tervek sem a valós képet adják nekünk vissza. Be kellene vezetnünk egy olyan integrált rendszert, egy olyan monitoring rendszert, amely lényegében SWOT analízisen alapuló döntés előkészítésre adna lehetőséget. Az az igazság, hogy a Kárpát-Medence egy nagyon különleges helyzetben van hidrogeológiai szempontból, hiszen önök is tudják, hogy az ivóvíz számunkra most bármilyen mennyiségben elérhető. Ugyanakkor figyelembe kell vennünk azokat a szakértői kijelentéseket is, amelyek azt állítják, hogy néhány éven belül a víz olyan kincsé válik, mint jelen pillanatban az olaj. Köszönöm szépen a figyelmüket!